Szép jó napot kívánok, ez a Rádió 88-ban a Mizu 2 órája. Üdvözlöm sok szeretettel, én Huri Éva vagyok, és remélem, hogy ebben a délutánban most semmiféle gondja nem lesz. Igyekszem egyébként így elrepíteni. Szeged kedvenc zenével készültem, így a folytatásban Rihanna és a Panda Ripley következik. Igazság szerint én olyan fajta ember vagyok, hogy hétköznapi. Tehát hétköznapi gondolatokkal, és megpróbálok mindig önmagamból kiindulni. Szerintem ez a legegyszerűbb módja annak, hogy az embertársakra figyelmesek legyünk. Ugyanaz az ember vagyok kint is, mint itt bent. Itt egy picit az embernek talán exhibicionistának kell lenni, hogy meg tudjon szólalni a mikrofonba, és sosem szabad arra gondolni, hogy úristen, most itt szerepelnie kell, hanem jönnie kell annak, ami legbelülről érződik, és szerintem akkor van műsorvezető valaki, hogyha önmagát el tudja adni ezen keresztül. És amikor ott ül valaki a munkahelyén, vagy éppen az autójában, akkor azt érzi, hogy neki szól ez az egész. Mizu van veled? Ezt nagyon gyakran szerintem ti is megkérdezitek a másiktól. Ez úgy épül be szerintem a Rádió 88 egésznapos programjába, hogy 2-4 óráig már azért a munkában lévők készülődnek hazafelé, az autósok beülnek lassan a kocsijukban, tehát ez a 2 óra is nem a világ megváltásról szól, hanem arról, hogy egy jó útra való legyen, egy utolsó lendület még a munkában, egy utolsó lendület esetlegesen a tanulásban. Sok minden érdekesség történik hétköznap. Igaz, hogy 2 órám van, de van, hogy ez a 2 óra annyira sűrű, hogy akár 10 órára megfelelő esemény történik. Itt végeztem Szegeden egyébként, és ha éppen nem rádióztam volna, akkor tanárnéni is lehetnék, történelem szakon. És óvónéni is lehetnék, azt most egyelőre szüneteltetem. De én Kisvárdán indultam, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei északkeleti kiszögellésre. Aztán Nyíregyházán rádióztam, és végül Szegeden megtaláltak itt a kollégák, és úgy gondolták, hogy egy kis bizalmat fektetnek belém, és próbáljuk meg Huri Évi. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Minden rádiónak más az elképzelése és az arculata, és szerintem ezt kell mindig szem előtt tartani, és azt, hogy a hallgatók hogyan szeretnék az idejüket tölteni, hogy mi az, ami őket földobja, és mi az, ami nekik segítségül szolgálhat a hétköznapi problémákban is, akár egy telefonnal, akár egy jó szóval. Hétvégén egy kicsit olyan lelkisegész szolgálat is szoktam lenni, mert ma úgy csak egyszerűen felhívnak, hogy nagyon jó volt, hogy hallgatták ezt meg ezt a műsorelemet, és függetlenül attól, hogy esetleg nem az én műsoromra vonatkozik, akkor is megszoktam őket hallgatni, és továbbítom a többi kollégának is a jó kívánságaikat. Nekem Szeged ez mindig egy szívem csücske város maradt, valószínű, hogy édesanyám miatt, és ő is Szegedre járt, és mindig ide vágytam vissza, és az álmom teljesült.